Szeretettel köszöntök mindenkit, és először is elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat erre a beszélgetésre. A beszélgetés apropója egy ilyen életmód kutatás, mert hogy elnök úr, most, ha jól tudom, akkor szeptemberben lesz 83 éves, kitűnő szellemi és fizikai formában rendkívül aktív életet él, és abban állapodtunk meg, hogy egy pár kérdést felteszek ma ebben a fél órában, és hogy ha esetleg van közben valami, a kérdésre adott válaszok közben valami, amire visszakérdeznék, akkor egy kicsit elkalandozhatunk. Az első kérdésem az, hogy kitől tanult élni, és hogy kiktől milyen életmód mintát esetleg szokás vett át, tanult meg, amelyek tartósan megmaradtak az életében. Azért kérdezem ezt, mert hogy egyre inkább a technikai világban, amiben élünk, egyre bonyolultabb élni. És hogy azok a minták, amelyek korábban működtek, azok már nem működtek. Mindenki él valahogy. Vagy otthonról hozott minták alapján, és azokat átdolgozza, vagy maga találja ki. De hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy az ön titka micsoda, hogy ilyen hosszú, aktív és nagyon szorgalmas életet tud élni. Köszöntöm azokat, akik kíváncsiak ezekre a mondatokra. Nagyon egyszerű a válasz. Élni az Úristentől tanultam meg. Ugyanis református lelkész lévén az édesapám, őnál jártam hittanórára, és amit az életről a kicsi gyerekkortól kezdve, mondjuk a középiskolás korig tudni illett, azt tőle tanultam meg, sok alapigazságot mondott, ezeket én most nem sorolom fel, lehet, hogy majd közben esik róla szó. Egy éjszaka nem is olyan nagyon régen, nagyon illusztris értelmiségi társaságban azon vitatkoztunk, hogy melyik volt az ismert 1100 éves magyar történelemben az a korosztály, amelyik a legtöbb változást, a legtöbb kataklizmát, a legtöbb helytállást, a legtöbb talpraesést kívánta meg, és kiderült, hogy az én korosztályom a mostani 70-től olyan 90-95-ig, mert mi megértük a Trianon utáni sokkot, hiszen 32-ben születtem, ugye a gazdasági válság kellős közepén Magyarországon és Európában is. Megéltem a utána következő évtizedeket, a világháborút, a nyilas korszakot, a politikai változást, a szovjet megszállást, a úgynevezett szocializmust, annak mindenfajta fázisát, és most ugye itt vagyunk 2015-ben egy katasztrofális világ és európai válság kellős közepén. Tehát, hogyha megszámolom, körülbelül 5-6 olyan fordulója volt az életemnek ebben a 83 évben, amikor talpra kellett esni, és amikor feltétlenül tisztességesnek kellett maradni. Elnök úr, amikor ennyiféle dolog történik a külvilágban, akkor hogy lehet mégiscsak valamiféle rendet tenni odabent? Tehát a szokásokat illetően. Igen, hát az első apai intelem a hittanórán, egyszer azt mondta egy hittanórán, hogy gyerekek, ez a vége felé volt már a hittanórának, magyarázatot nem tudott fűzni hozzá, azt mondta, gyerekek, minden reggel szűzen kell ébredni. Most voltunk 13 évesek, tudtuk, hogy mi a különbség a szoknya és a nadrág között. Megmosolyogták apámat, és este a vacsoránál mondtam apámnak, hogy te apám, letámadtak az osztálytársaim. Hogy ilyet nem lehet, nekünk már nem lehet ilyet bemondani, beadni. És apám azt mondta, jó, a következő hitonórámmal megmagyarázom. És meg is történt a magyarázat. A magyarázat szintén nagyon egyszerű volt, mint ahogy minden komoly, értelmes teológiai magyarázat egyszerű. Azt mondta, hogy minden este számvetést kell csinálni, ami rossz és ami terhelt és ami felett nem tudok uralkodni, azt valamilyen módon le kell hántani, és minden reggel úgy kell indulni, mintha akkor születtem volna, megkaptam volna azokat a feladatokat, amiket el kell végezni, és el kell végezni. És én ezt megpróbálom most is valamilyen módon úgy csinálni, hogy próbáljam ami rossz elfelejteni, és az eredendő pozitivizmusom is abban áll, hogy reggel tényleg ebben az értelemben szüzen ébredek. Szüzen persze már nem tudok, mert már dédunokám is van, úgyhogy ez egyszerűen biológiailag lehetetlen. Na jó, de konkrétan hogy történik ez a problémáknak a számvetése, vagy a napnak a végén mi történik pontosan? Sok vita volt az elmúlt években is, és ma is van, és még lesz is, hogy létezik-e értelmiség, létezik-e értelmiségi magatartás. Érzésem szerint csökkenő erővel létezik, és én elmondom, hogy az én értelmiségi világképen mi. Ugye az ember reggel a 6 órás ébredésétől mondjuk a 11 órás fekvéséig iszonyú mennyiségű döntésre van kényszerítve szülőként, hivatalvezetőként, iskolásként, tanulóként, állampolgárként, politikusként, mindenféle művészként természetesen.
és ezekben a döntésekben úgy kell az embernek részt vennie, hogy ne az apró pici részproblémákból vonja le következtetéseket. A értelmis légi létet azt jellemzi, hogy az ember szimbolikusan föl tud menni egy magasságba, és a nagy egészet vetíti rá a napi életére. A nem értelmiségi lét fordított. Rengeteg minden történik, rengeteg zavar, és abból mindenféle következtetést vonunk le a nemzetre, meg a politikára, meg a hitre, meg az igazságra, meg mindenre, és nagyokat tévedünk. Ha az ember minél több olyan magatartást tud tanúsítani, hogy amikor kicsi döntései vannak, megnézi, hogy a nagy egész szempontjából ez mit jelent, akkor egy kicsit több reménye van a jó döntésekre. Én speciál ma délelőtt, vagy két programom már volt már ma délelőtt, és azt mérlegeltem, hogy van ugye a nagy egész, az építészet szempontja, a Magyar Művészeti Akadémia szempontja, a saját életművem szempontjából milyen jelentősége van ennek az eseménynek, amiről nem azért mondom, hogy kicsi, mert jelentéktelen, hanem a napi 8-10 történés közül egy. Ez az én filozófiám. Na nézzük meg akkor a praktikus oldalát az időbeosztásnak, hogy hogy néz ki egy napja, egy hete, vagy egy tervezve esetleg hosszabb időtávra, tehát havi, vagy éves, vagy több éves távra? Életemben nem dolgoztam annyit, mint most. Életemben nem dolgoztam, voltam pártalelnök, voltam parlamenti képviselő, voltam kulturális államtitkár, voltam művészeti középiskolai igazgató, voltam egyetemi dékán, intézetalapító a Soproni Egyetemen, volt saját versépítész műtermem, 4 kontinenst a 6-ból végigutaztam 40 éven keresztül, és 56 magyar pavilont építettem Tokiótól San Franciscóig. És a szerencsém mindig abba volt, hogy tervező típus vagyok, és engem a véghatáridő érdekel, és örökké visszaszámolok. Ugye egy vállóperes ügyvéd az pont fordítva gondolkodik, az azt mondja, hogy minél tovább tart egy per, és minél többet fizetnek érte, annál jobb. Én mindig a végcélt nézem. Mindig feladatokat kaptam, műszaki átadás. Át kell adni a Nemzeti Múzeumot, a Néprajzi Múzeumot, a Katolikus Kincstárt, a Esztergomba és különböző pavilonokat és épületeket és a Pécsi Orvostudományi Egyetemet és a klinikát. Mindig visszafelé számoltam az időpontot, ezért beleszoktam ezekbe a terminusokba férni. Most pedig egy napom, hogy ugorjak egy óriásit, az úgy néz ki, hogy 6 órakor kelek, egy olyan 20 percet, 25 percet kim vagyok a műteremnek a kertjébe mindenféle rendet csinálni, ami ott szükséges. Iszom egy kávét Sammel Imrével, a műterem szomszédommal, ugye a világ leghíresebb keramikus művészhelyének az egyiket, egy kicsit eszmet cserélik, jön egy kocsi, és bejön értem az akadémiára. Az akadémián van 10-15 program egy nap, ez 4-kor, 5-kor, 6-kor befejeződik, egy hét, 7 napjából 4-be a műtermembe alszom, lefekszem 6 órakor, 11-kor fölcsöngetem magamat az órával, kimegyek a mozaik műteremembe, 2-3-ig dolgozom 2-3-4 órát egy 2 évvel ezután rendezett életem utolsó nagy kiállításának az anyagával, akkor újra lefekszem, és szól 6 órakor a bekker, és kutya jól érzem magam. Ez hogy alakult ki ez a két etapban való alvás? Ez úgy alakult ki, hogy egyrészt, amikor az ember már olyan vén, mint én, akkor egy kicsit mondjuk 2 órával kevesebb alvásra van szüksége, de ezt még az orvosok is mondják. De egész életemben a munka vonalam, a színusz görbém az rendkívül szabálytalan volt, mert amikor nagy kiállításokat terveztem, rettenetes hajrá volt, aztán volt 2-3 hét nagy pauza, akkor a kertemmel foglalkoztam, meg utaztam, meg mindent, tehát kialakult egy ilyen érdekes ritmus, most nem tudnék eltérni róla. Például délelőtt nem tudok mozaikot csinálni, ez egy őrület, akkor se a szombat van, vagy vasárnap nem tudok, azt csak éjszaka tudok csinálni, mert akkor az én élettölcséremet megfordítom, és akkor csak az az egyetlen dolog érdekel, hogy a diófa, a mahogany mellett, meg az okumini mellett, meg a tölgy mellett milyen, és mekkorára kell megfaragni, és hogy működik mellette egy fotó vagy van. Semmi más nem érdekel. Valami olyan korlátoltság fog el ilyenkor éjszaka, hogy nem tudom, hogyha akkor riportozna velem, hát azt hiszem, hogy mélységes csalódások érnék. Aztán a nappal pedig nem szabad foglalkozni a mozaikkal. Hát, hogyha az ember nagykövetekkel, meg akadémikus társakkal, meg miniszterekkel, meg különböző
különböző tanácskozásokon beszélget, akkor lehetleg ne beszéljen saját magáról, ne a saját mozaikáról beszéljen, hanem az életnek arról a nagy mozaik tevékenységéről, amit hát minden tisztességes értelmiségi vállal. Ez minden nap így történik, ahogy említettem? Ez egy héten, három napon történik, esetleg négyen, ha négyen, akkor nagy szerencsém van. Jó. A következő kérdésre részben már utalt, az volt, hogy volt-e olyan, amikor radikálisan meg kellett változtatni az életmódját, vagy kellett, vagy pedig ön döntött úgy, hogy megváltoztatja. Tehát az élete során voltak-e olyan szakaszok, vagy olyan pontok, ahol nagy változásokat kellett beiktatni? Voltak. Voltak, amikor szembe találkoztam feladatokkal, és ezek a feladatok nem kvadráltak az alapszakmámmal. Belsőépítésznek lenni nem könnyű. Nem könnyű, mert egyrészt az építészet szolgálatába működik. Most már olyan mértékig a szolgálatába, hogy megvalósult épületeknél a belsőépítész nevéről nincs is szó. Csak építészek csinálják, ez teljes negligáció van. Annak ellenére, hogy 600 belsőépítész van Magyarországon, és 3 egyetemen tanítják. A nagy változások rendszerint valamilyen módon párhuzamba voltak a politikai változásokkal. Volt egy olyan mondás, amit jó jegyezzenek meg, nagyon filozófikus, rafinált kis mondás, amelyik azt mondja, hogy a szocializmusban azt tud boldogan élni, aki a szocializmuson belül él a szocializmuson kívül. És erre remek filmrendezők, színészek, írók, költők, művészeknek az életműve bizonyíték erre, hogy lehet benne élni egy terrorisztikus politikai rendszerbe, és az Istentől kapott talentumokat mégis a legrafináltabb trükkökkel valamilyen módon kiparírozni. Én így utaztam 4 évtizeden keresztül a világot. Hogy annyi esze a kultúrpolitikának volt, hogy rossz belsőépítészekre nem bízta a magyar kiállításokat külföldön, és ezért tudtam külföldön utazni, mindig ott volt a tégla mellettem, mi jegyzetelték, hogy hol voltam, hány órát voltam, mit csináltam, milyen autót béreltem, minden pontosan tudtak. A tartó tisztemmel a 8 éves a parlamenti képviselőségem idején a tartó tisztem egy ellenzéki pártnak a szemben lővő sorába ült 8 éven keresztül. Most egy nagy security cégnek a vezetője. Tehát az ember sakba volt tartva, és mégis el tudtam azt érni, hogy ha valami minőséget voltam képes teljesíteni, akkor ezt ezekben a pavilonokban teljesíteni tudtam. A másik nagy változás az volt, hogy én voltam az első belsőépítész, akinek önálló műterme, sőt műhelye is volt, tehát készítettem bútorokat és rengeteg nagy tervezést az országban. Ez 68-ban, 69-ben. Én voltam az első magántervező Magyarországon. Elég nagy sok volt ez nekem, mert ugye műtermet kellett építeni, eszközöket kellett beszerezni, részt venni pályázatokat, de nagyon tisztességesen meg lehetett belőle élni. A harmadik változás akkor volt, amikor 86-87 körül elkezdődtek az ellenzéki mozgalmak, és hát a lakitelki sátor és egy csomó minden, amelyben beletartozott, vezetett odáig, hogy parlamenti képviselő lettem, illetve kulturális államtitkár András Valgi és Márdu Ferenc minisztersége alatt, ami egy hatalmas változás volt, egy hatalmas kiábrándulás volt annak a tekintetében, hogy megéltem azt a szituációt, hogy amikor az ember kormánypárti képviselő, mindennel egyet kell érteni, és amikor ellenzéki képviselő, akkor mindennek ellent kell mondani. Hát ez nem egy értelmiségi szituáció, még ha egy kicsit nem is igaz az egészen így, de nagyon sok ilyen szindróma van, és 96-ban megváltam teljes mértékben a politikáról, lemondtam a KDNP alelnökségéről, nem vállaltam semmilyen fajta tisztséget, és a nagyon aktív tagja lettem a Magyar Művészeti Akadémiának egyesületi állapotában. A negyedik változás az volt, amikor a történetet nem mondom el teljesen egyértelműen, mert majd az emlékiratomból olvasható lesz halálom után, addig nem. De rám bizatott a Magyar Művészeti Akadémia köztesületi alakításának a megcsinálása, mivel Makovec Imre pontosan tudta, hogy meg fog halni.
és azt közölte a miniszterelnök úrral, hogy szeretné, hogyha halál előtt köztesületté válna az akadémia, akkor az azóta meghalt Kovács Lóriánnal, az akadémia főtitkárával 8 hónapon keresztül gyúrtuk, gyömöszöltük, vitattuk, verejtékeztük az akadémiai törvényt. A Tudományos Akadémia analógiájára született meg, sikerült bekerülni az alaptörvénybe, amely alaptörvény a Magyar Művészeti Akadémiát olyan jogkörökkel és tennivalókkal ruházta fel, mint a Magyar Tudományos Akadémiát a magyar tudomány gondozásával. Ez volt a negyedik nagy változás, ezután nem lesz több. Ezután ravatal lesz, a halálra nagyon-nagyon jókedvűen, boldogan, jó érzéssel készülök, semmilyen fajta halálfélelmem nincs. Úgy érzem, hogy valahonnan jöttünk és valahova megyünk, és a kettő közötti intervallumban feladatokat kaptunk, ezeket a feladatokat pedig el kell végezni, be kell teljesíteni. Ennek a feladatnak az elvégzése pedig törvény szerint és alapszabály szerint 17. október 15. Tehát 2,5 év, ennyi van hátra az én akadémiai elnökségemből, közben meg kell építeni a székházat, létre kell hozni az elméletintézetet, működtetni kell a Vigadót, működtetni kell a nemzeti szalonokat a műcsarnokba, fantasztikusan gyönyörű feladat, minden idegszálamat igénybe vesz, és előtte, a leköszönés előtt 2 héttel lesz valószínűleg életem utolsó kiállítása a Vigadóba, azokból a mozaikokból, aminek a katakizmáját itt 4 órával ezelőtt elmondtam. Na, akkor a következő kérdésem az az, hogy sokan úgy vélik, hogy az vagy, amit megeszel, vagyis a táplálkozási szokások kihatnak az élet egészére és az egészségre. És az a kérdésem, hogy egészen konkrét kérdés, milyenek az étkezési szokásai? Tehát egy ilyen intenzív életben... Egészségügyi szokásai? Nem, étkezési. Étkezési. Mit eszik, elnök úr? Mert az egészségügyi szokásom az az életben maradásnak a maximális igénye, teljesítése. De hogy eszik? Tehát hogy történik ebben a zsúfolt életben mondjuk a normális étkezés? Az étkezés? Nehezett kérdezni, mert nem emlékszem, mikor ettem utoljára. De ettem délben egy érettségi találkozom volt, 64. évi érettségi találkozom, a 90 párhuzamos osztályból 16-an élünk, és nagyon jól megvagyunk egymással. Megfogadtuk egyszer, hogy 40 évvel ezelőtt, hogy 3 dologról nem szabad beszélni az érettségi találkozókba. Az egyik az egészségi állapot és a gyógyszer, a másik az időjárás, a harmadik pedig a napi politika. Na most, hogyha ezt a 3 dolgot ugye itt a hallgatók kivonják a napi beszéd témákból, akkor csak értelmes dolgokra marad idő. Tűnik ez 3 olyan dolog, amihez semmi közünk, semmilyen ráhatással rá nem vagyunk, tehát valamilyen módon legalábbis az igények tekintetében ki kell lépni ebből a dologból. Az étkezés érdekesebb dolog, a házi orvosom azt mondta, hogy van köszvénye? Mondom, nincs, nem is tudom, mi az a köszvény, csak úgy tudom, falusi ismerőseimtől hallom, hogy az a nyúzott fizikai állapot, akkor azt mondja, hogy szokjon le a húsról. Most néhány hónappal ezelőtt elkezdtem leszokni a húsról, olyan boldogtalan lettem, mint a fene tőle, most újra eszem a húst, és nagyon jól érzem magam, a lépcsőkön fölmenni, most újra nem használom a korlátot, és ezt ajánlom másnak is. Ha az ember valamiben nagyon hisz, akkor az úgy van. De reggel például szokott reggelizni, tehát hogy tartja ezeket a reggeli ebéd, vacsora, igen, vagy napi 5-szörét? Igen. Ez az életem rendszerességéhez hozzátartozik, mert ha az ember visszafelé számol és mindent behatárol, akkor az étkezés is úgy állandóan betolakszik ebben a dologban. De mivel étkezés kérdezeti meg egészséget értettem, ezért mondanék valamit róla. Én Pap Lajostól kaptam 10 esztendőt. Papíron készfogással 10 évet, egyszer 12-13 évvel ezelőtt a Velence fürdői strandon rosszul lettem, jött egy mentő, bevitt a székesfehérvári kórházba, ott megvizsgálták, azt mondták, azonnal műteni kell, fölraktak egy rohamentőre, egy CD-vel, fölküldtek Pestre, ez vasárnap éjszaka volt, és a Szabolcs utcai kórházban sem orvos, sem műtő nem volt. És feleségem Szilvia, ugye Sonyoszki Szilvia a feleségem, kétségbe esettem, felhívta a telefonon a Pap Lajost. Nekem Pap Lajost régi barátom, Zalaegerszegről még több évtizeddel ezelőtti barátom. Kérdezte Lajos, hogy mi van. Én megyek Münchenből haza Pécsre, mondta autóval, és most a Borános téri hidon gurulok át éppen, mondta, hogy mi van. És mondta, hogy kómával határos módon, eszméletlen kívüli vagyok, és nem, de a kórházban tudnak velem mit csinálni. Azt mondja, közelebbit mondj.
Erre felolvasott 5 latin szót a CD-ről, és Paplos azt mondta, 4 órája van hátra, én azonnal berendelem Sopronból a teljes műtőasszisztenciát, küldök egy helikoptert a Vasas futballpályára, erőszakkal hozzátok ki a Szabolcs utcai kórházból. Hát Sammer Imre, a fiam, Szilvia, 3 rendőrök és ügyeletes orvos és mindenkinek a tiltakozására kicipeltek a Szabolcs utcai kórházból, betettek egy autóba, kivittek a Vasas pályán, várt egy helikopter. Helikopter 40 perc alatt lenn volt Pécsen, egy 40 fős asszisztencia elkezdte éjszaka a műtétet, Papla is az utolsó negyed órára leért és befejezte. Megmentette az életemet. És azt mondta, hogy mivel én akkor még olyan bypass műtétet kaptam, amikor még a saját ereimmel preparáltak ki, és nem műanyag erekkel, ez 10 évet jelent. És én élvezem ezt a 10 évet. Megkérdezik, mennyi idős vagy, mondom, 73. És bejön. És bejön. Úgyhogy ebben van egy kis önszuggeszió is. Ahányszor Lajossal találkozom, mindig megköszönöm neki az életemet, de azt mondta, 2 előnye ennek lesz. Elmúlik a halálfélelmet. És erről beszéltem az előbb, elmúlt a halálfélelmem. Bármelyik pillanatban le tudnék köszönni, az utolsó betű írásom, az utolsó rajzom, az utolsó holmi butorom, minden el van számva, minden el van ajándékozva, senki semmi fölött nem fog tudni vitatkozni az életembe. Én, ha innen úgy mennék, vagy úgy vinnének el, hogy hát tartott egy kis beszélgetés, de hát ez volt a vég, de nem történne semmi, én hazamegyek. Én pontosan tudom, hogy hazamegyek. Jó, ez olyan szép végszó lett volna, de azért mi még folytatjuk egy pár percig, mert még van egy... Ennyire nem akarok megmondani, hogy az egy végszó. Hogy igen, tehát hogy a városi ember életében a másik fontos dolog most a mozgás, mert azért ülőmunkát végzünk nagyon sokan, vagy egyre többen, és hogy ezzel hogy van, elnök úr? Mozgás, sport, fizikai munka, mert azért gondolom a mozaiknak a készítése az nem egy nagyon megerőltető fizikai munka. Én válogatott középtávfutó voltam, Rózsa Völgyékkel együtt futottam itt Európa rekordokat ezelőtt 50 évvel. Ezt abba kellett pillanatok alatt hagyni, amikor főiskolás lettem, mert a iparészeti főiskola olyan időigényes tanulás volt a rajzaival, meg mindennel, hogy kész. Beteg is voltam utána egy jó évig, míg kievertem ezt. De azóta is egyfolytában kertészkedem. Velencei fürdőn van egy kis házunk, azt ápolom, és fent a Sashegynek az oldalán van egy családi ház, amit én építettem 50 évvel ezelőtt, hatalmas kerttel, ami ilyen ehhez hasonló kert csak Toszkánában van. Ilyen nincs Budapesten, még egy ilyen kert. 40-valahány évvel ezelőtt a Kámoni Arborétumból egy kis roncs Warburgnak a csomagtartójába, 41 néhány, tetején és hátul a csomagtartóba, 41 néhány fának a csemetéjét mit hoztam el. Ezek most 25 méteresek, egy fantasztikus név, 4 teraszos kert van, aminek van garázs szintje, szalonnasütő szintje, pince szintje, és az elmúlt hetekben, majdnem 2 évvel ezelőtt született dédunokámnak, Dominiknak csináltam egy játszóteret, egy műfűves játszóteret, amiben hinta van, csúszda van, homokozó van, és én a műteremnek a teraszáról, hogyha már nagyon összebogdostam a kezemet a mozaik csinálásba, és már vérzik 3-4 helyen, akkor ki szoktam ülni a teraszra, és nézem, hogy ez a kis pöttöm hogy veszi birtokba azt a kis birodalmat, ami ezelőtt 40-50 évvel szőlő volt, most pedig egy varázslatos arborétum. Valakkor a kertészkedés az tulajdonképpen egy ilyen díszkertnek a fenntartása, ugye? Igen, 3 órát eltöltöttem ma is, egy 7-től 10-ig a kertbe. Igen. És hát glodgatyába kigyomlálom az utcát, akkor mikor én rendbeszedem az utcát kint a Vércse utcába, akkor látom, hogy a szomszédokra is nagy hatással van, és akkor néhány nap alatt a 2-3 szomszéd is csinál rendet az utcán, aztán én elhanyagom el egy hónapig, akkor másoknak a járdáját is fölveri a fű, akkor én megint kimegyek, és akkor megint egy kis jó hatással vagyok a szomszédaimra. Azt akartam kérdezni, hogy később soha semmit nem sportol, tehát hogy így az egyetem véget vetett ennek a sportkarriernek, de hogy utána semmi, tehát hogy menet közben az elmúlt 6 ahhoz képest, amit ott végigcsinálnak a kertbe 2-3 óra alatt egy nap, meg Velencefürdőn is, ahhoz képest a sport egy egyoldalú testnevelés. Ahhoz képest, mert ez mászás, nyelvét, csúszkálás, ugrálás, övés, ez minden porcikát az embernek megmozgatja. Nem sportoltam, versenyszerűen nem sportoltam. Nem versenyszerűen, ilyen hobbiszerűen, tehát futásra. De az elmúlt 60 évben nem. Nem. És a kertészkedés az mióta nincs, van? Újabb világrekordok nincsenek. A kertészkedés az mióta van? Az kezdetétől volt.
kezdet-kezdetétől. Én vidéki papnak a fia voltam, és akkor ott is volt kertünk. Egyébként a kertnek köszönhetem, hogy belsőépítész lettem. Ez hogyan? Mert Zalaegerszegen volt apám, papa, ugye a 30-as években, 45-ig és 57-ben halt meg. Az udvarunkban épült egy csodálatosan szép református templom, amiben a református nem, Horthy Miklóstól kezdve lefelé a református nemesség részt vett. Itt vannak gyönyörű színes ablakok és minden egyéb, ami református templomban ritkán van. Szekhalmi Bálint 16 temploma közül valószínűleg ez a legszebb Szekhalmi Bálint templom Magyarországon. Ez az udvarunkban épült 4,5-5 éven keresztül, és az alapárakásástól kezdve a csillag föltételéig és a megfaragott szószékig Erdélyből hoztak faragókat. Minden munkát végignéztem, és mindig abban a szakiparban szerettem be, ahol éppen tartottak, tehát lélekben voltam köműves, meg ás, meg vakoló, meg bútorkészítő, meg üvegablakos, és amikor az egész elkészült, akkor elhatároztam, hogy én az iparüzleti főiskolára fogok jönni. Itt jártam iparüzleti főiskolára, hogy ebbe az épületbe diplomáztam, és nem is tudtam volna mást elképzelni, aztán amikor hazamentem, hogy fölvettek az iparüzleti főiskolára, majdnem agyon vertek a szüleim, hogy én egy levelezőlap tervező kis grafikuska akarok. Nem tudták mi az, hogy belső építészet, én pedig borosztó voltam, hogy idejöttem, mert nagyszerű emberekkel találkoztam, kiváló tanárokkal. Elnök úr, az életmódjának a kialakításában a testi-lelki táplálékok, azok hogyan kaptak és kapnak ma a helyet? Itt értem azt, hogy főleg a szellemi, lelki, szellemi táplálékokra gondolok. Elmondok egy történetet. 1982-ben klerózis multiplexes lett az öcsém, és egy kis protekcióba sikerült a Kutvölgyi úti kórházba bejuttatnom 82-be, és Pilinszky Jánossal egy szobában volt 4 hónapon keresztül. Két ágy, két éliszekrény, két szék, egy asztal, egy mosdó és egy szemetes doboz. Én ide bejártam az öcsémet meglátogatni hetenként, 10 naponként, és egy ilyen látogatásnál nem volt benne az öcsém, én Pilinszkyt nem ismertem személyesen még akkor, és azt mondta, hogy ez másfél óra ez a tangerton kezelés, menj el a büfébe, vagy itt vannak, olvasgassa addig, és hát várja meg türelemmel. És én nem mentem le a büfébe, hála Istennek, elkezdtem olvasgatni, és a 20-30 perc múlva egy ilyen furcsa klausztrofóbiás érzésem volt, úgy összeszűkült a szoba, valamilyen szellemmel töltődött meg, és amikor éppen konstatáltam, hogy hát most van egy pillanat, most valaminek történnie kellene, megszólalt Pinszki, és azt mondta, hogy ide figyeljen, ne beszélgessünk? Mondta, ne beszélgessünk. Az akkor kérdezzen. Mondta, már nem vagyok felkészülve, tudok kérdezni, mert a legutolsó verses kötetét megvettem, beleolvasgattam, de nem olvastam el természetesen. És az a kérdésem, mondtam önhöz, hogy a Pinszky versek miért olyanok, hogy kisbetűvel kezdődnek, hogy nincsenek írásjelek a végén, hogy a szakaszolásuk nekem önkényesnek tűnik, tulajdonképpen nincsenek befejezve a versek, csak én azt tapasztalom, én versíró vagyok, hát jelentek meg köteteim is, hogy nem folytathatok. Tehát egy nagyon különös határesete a költészetnek, hogy az ember egy gondolatmenetet végigkísér, úgy abba marad a dolog, úgy fölkunkorodik a végén, és nem tudom folytatni, mert csak ő tudná folytatni. Azt mondta, igen, ez egy érdekes probléma. Azt mondta, én is egyszer leültem magammal szembe, és megkérdeztem Pilinszky Jánost, hogy miért van az, hogy ez, és elismételtem, amit kérdeztem, és volt egy csend. És mondom, hogy ön miért, mit válaszolt a saját kérdéseire? Azt mondta, ez hosszú. Mondtam, kivárom. Akkor elmondok magának valamit. Én úgy képzelem el a mindenséget, hogy végtelen. Hogy nincs kezdete vége semmilyen tekintetben, a mindenség megismerhetetlen. A tudománynak az a dolga, hogy a létezőt a mindenségből felfedje, és az emberi boldogulás számára gyümölcsöztesse, a művészet pedig, a művészetnek az a dolga, hogy hozza létre a sohasem voltat. Nagyon filozófikus volt, és nagyon komoly, és nagyon elgondolkodott, és azt mondta, hogy ezt pedig én azért tudom így gondolni, mert úgy gondolom, hogy a világ a
nagy méretek irányába végtelenül nagy, a kisméretek irányába végtelen kicsi, tehát megismerhetetlen. És ebben a szituációban, aki talentumot kapott, borzasztó nagy kötelességet, a művész embernek hihetetlen kötelességei vannak, mert nem lehet nem hinni abba, hogy nem kell elszámolni. Minden munkához tulajdonképpen úgy kéne elszámolni, hogy nem a főnöknek, nem a szülőnek, nem a házastársnak kell elszámolni, hanem annak a teremtésnek, aki ezt a végtelent létrehozta. És akkor ön hogy lett, kérdeztem tőle, azt mondja, én ültettem, hogy a teremtés, még nem is személyt mondott, a teremtés belenyúl a végtelenbe, kivesz egy kis porszemet, és azt mondja, Pilinszky János. Hú, mondom, ez az eleve elrendelésé, református vagyok, hát ez a predestináció. Azt mondja, majdnem. Csak a predestináció mellett szabad akaratot, itt ad az Isten, de ebben nem megyek bele a teológiai dologba. És nekem semmi más dolgom nincs, mint hogy azokat a talentumokat gyümölcsöztessem, hozzam ki magamból azokat a képességeket művekbe, amire teremtődtem, és ugyanolyan üresen kell meghalni, ahogy megszülettünk, mert a talentumok gyümölcseit vissza kell adni a teremtésnek, mert akármennyire végtelen nagy a teremtés, nincs jogom ahhoz, hogy ezt a végtelenséget én megsértsem abban, hogy nem adom neki vissza azt a kölcsönt, amit képességekbe kaptam. Jó, főbe kollintva mentem haza, mondtam akkor még élő feleségemnek, hogy hát Iboly, ez kemény dolog, mert akkor csináljunk egy számvetést. Hát tudjuk mi igazán, hogy mire születtünk, és hogy ez a lepetézés, ez a visszaadás a teremtésnek, ez hogy megy. Ez alapvetően befolyásolta az életemet, és tulajdonképpen a mai életfilozófiának is ez az alapja, hogy úgy kell dolgozni, hogy vissza kell adni mindent, amit gyümölcsöztettünk a tehetségünkből, a képességünkkel is egyetlen pillanatra nem szabad leengedni, mert ez már a saját metaforám, én úgy képzelem el a dolgokat, mint egy háztartási mérleget. Ugye gondoljanak a két kis sárga rész serpenyőre, meg arra a kis izére, ott a középen, amit egyensúlyozik, hogy a rossznak, a pusztulásnak, a destrukciónak van az egyik serpenyőben másfél kilója, és a jónak fél. És azt a matematikai bravúrt, fizikai bravúrt kell végrehajtani a művészetnek magának is, hogy ezzel a fél kilóval kell állandóan az egyensúly kedvéért kiegyensúlyozni a másfél kilót. Hát ez egy bravúr. Én szerintem még a múzeumok éjszakája is ennek az egyensúlyozásába játszik egy szerepet. Elnök úr, a legutolsó kérdésünk, és tényleg már csak egy pár percünk van, azt szeretném megtudni, hogy ha visszatekint az életére, akkor hol keletkezett ez a hihetetlen erő, ami hajtja? Tehát az elhivatottság. Mert valahol keletkezik, valahol megfogalmazódik. Tehát, hogy valahol tudatosul. És sokszor kérdezték, nem misztifikálom, nem érzek benne semmiféle különleges küldetést, meg meghatározottságot, meg kivételezést, meg semmi mindent. Szerencsém volt az életemmel. Szerencsém volt az életemmel, hogy aránylag korán meg felismertem azt, hogy mire születtem, és nem engedtem abból, hogy ettől bármi eltérítsen. Nagyon jellegzetes, hogy életemben volt 3-4 katasztrofális kudarc, szakma is. Ezek a kudarcok abból a rossz érzésből támadtak, hogy mindig azt hittem, hogy nekem meg kell mondani másoknak, hogy mit, hogy kell csinálni. És minden sikerem, abból is volt 3-4, az akadémiai elnökséget is ennek tartom. Ez pedig azon múlott, hogy rájöttem egyszer még aránylag jókor az életembe, hogy a hivatottakkal, az intézkedőkkel, a felkentekkel kell elvégeztetni azt, amit én akarok. Ezt nem tudom, hogy mennyire érzik a hatalmas különbséget a kettő között. Már nagyon régen nem akarom senkinek megmondani, hogy mi a jó, meg mit kell csinálni, meg hogyan, hanem megpróbálok olyan partnereket szerezni, olyan barátokat, olyan munkatársakat, még nagyon aranyos, még itt velem is ülítem munkatársam, hogy
vegyenek részt abba, ami jó, csináljuk meg együtt, semmilyen fajta hiúság már nincs bennem, a mozaikém kivételével, semmilyen fajta hiúság nincs bennem, arra nézve, hogy valami úgy sikerüljön, én szeretném, jó kell valaminek sikerülni, és abban én nagyon szívesen veszek részt, vagy vállalom. Igen, de mégiscsak most hadd kérdezzek vissza, mert hogy azt mondta, hogy legelőször arra jött rá, hogy belsépítész lesz, de aztán mégiscsak elkezdett a kulturpolitikával foglalkozni. Tehát jött egy sugallat, hogy ezt is kell csinálni, mert egyébként nem lesz teljes az élete. És mai napig tulajdonképpen legalább két terület között osztozik az idő. Az egyik ugye az alkotás, a másik pedig a kultúra stratégiája. Vagy stratégia, nem politika, stratégia, igen. Hogy hát megnyilván ez az elnökség, ez egy nagyon fontos reprezentációs feladat is. Úgyhogy hogy azt igazából nem válaszolt erre a kérdésre, hogy hol jött tehát hol keletkezett, mi volt ez a pont, vagy esetleg történet, ahol egyszerűen azt mondta magának, hogy ezt kell csinálnom. Nem naptárszerűen, vagy eseményszerűen nem tudok rá igazán válaszolni, nem mondanék igazat, ha válaszolnék, de magyarázatom van természetesen rá. Aránylag már úgy a világot járva, és hát ugye munkával járva, nem turistaként, a világot járva úgy 20-25 évvel, 30-al ezelőtt rájöttem arra, hogy a magyar történelemnek van egy fél évszázados lemaradása. Ez a történelmi lemaradás a politikai berendezkedésbe, az önkormányzatiságba, a népképviseletbe, a közlekedésbe, a tudományba, a tudományba legkevésbé, a közlekedésbe, az úthálózatba, a geopolitikai viszonyokba, az ipar megszűnésébe, egy csomó mindenbe van egy óriási lemaradás, és hogyha ebbe a helyzetet föl nem ismerő értelmiség nem úgy vesz részt, hogy a szükségesből kiválasztja a lehetségest, akkor ez a lemaradás tovább fog folytatódni. Nekem minden erőfeszítésem, szakmai, politikai és minden egyéb erőfeszítésem abban, annak a jegyében van, hogy ezt a lemaradást úgy lehet csökkenteni, hogy bár tudjuk, hogy mit kéne meg, hogy kéne, ahogy a hollandok, meg a finnek, meg a mit tudom én kicsodák csinálják, ezt mi nem tudjuk, senkit nem szabad utánozni a világba, csak a saját utat szabad járni, mert nincsenek történelmi analógiák. Ezt a sorsot senki nem járta végig, amit mi 1100 évvel végigjárjuk a Kárpát-medencébe, kudarcaival és sikereivel együtt. Tehát az igazi konklúzióm az, hogy a lehetségesnek a kikutatására kell, vagy a megvalósítására kell minden erőt fordítani, nem a szükségesre. Most, hogy én ezt egy gazdasági szakembernek, vagy egy bankárnak mondom, körülök természetesen, mert teljesen mások a belső gondolkodásmódjaik. Ennek a lehetségesnek a kutatása van, mert ezt a hátrányt valami módon le kell dolgozni, és remélem, hogy sikerül valamilyen módon részt venni ennek a hátrányok a ledolgozásával. Még egy megalapítást teszek szinte befejezésképpen, hogy a tudománynak van egy hármas fokozat, amelyik azt mondja, hogy van az analízis, van a konklúzió, és van a terápia. Analízisbe erősek vagyunk, kritikát azt tudunk. Mindenről megmondjuk a véleményünket, mindenről mindig okosabbak vagyunk, minden reformot a másikkal kezdenénk, az adót fizesse más, a társadalom munkába vegye részt más, ezt ismerjük. A konklúzió már nehezebb, mert az egy intellektus kell, konklúzió azt, hogy csinálni az analízisből, akinek valamilyen rendszerelméleti tudása legalább a saját területén van. A terápiában borzasztó gyöngék vagyunk. A kikövetkeztetésében annak, hogy a szükséges tükrében a lehetséges, hogy lehet megvalósítani. Hát én nagyon komolyan veszem ezt a mintát, és úgy 10 intézet alapító és 17 éves egyetemi tanárságom alatt, professzorságom alatt maximális mértékben hallgatóimat, építészhallgatóimat erre tanítottam, hogy ezt a gondolkodásmódot valamilyen módon próbálják elsajátítani. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a beszélgetést. Köszönöm a közönségnek, hogy meghallgatott minket, úgyhogy átadjuk a helyünket a következő programnak. Igen, én is köszönöm a türelmüket, és egy viccel szeretnék búcsúzni. Egy fiatal ember leköltözik vidékre, és az ott élő parasztbácsikák borzasztó boldogok, hogy innen végre fiatalok nem elmennek, hanem van egy
aki még ide is jön közénk. És hát nagyokat kocsmáznak meg minden, és észreveszik egyszer, hogy ez a fiatal ember 3 pohár bort iszik minden reggel. És megkérdezik, hogy ez miért van. És azt mondja, ez azért van, mert van 2 nagyon kedves unokatestvérem, nagyon szeretjük egymást, ritkán találkozunk, és egyszer eldöntöttük, hogy a másik 2 tiszteletére mindig megiszünk egy pohár bort, és ettől a rokoni kapcsolatok megerősödtek. Érdekes, érdekes, mondják az öregek, nagyon érdekes, ez nincs benne a népi gyakorlatban. És egyszer pár nap múlva észreveszik, hogy a fiatal ember 2 pohár bort iszik. És megkérdezik, hogy te mi van, hát valami történt. Ja, azt elfelejtettem a múlt héten mondani, hogy ezen a héten leszoktam az ivásról. Köszönöm szépen a türelmüket, és jó érzéssel nézik az összes további műsort. Hallgassák, nézzük!